Aki szereti a magyar táncot, az elkötelezett híveként szívét, lelkét átadva oktatja és műveli azt. Így van ezzel Kolosszár Erzsébet is, aki 35 éve tanítja Püspökladányban a gyerekeket a népzene és néptánc hagyományok tiszteletére, szeretetére. Ám nem csak néptáncoktató, hanem kiváló pedagógus is egyben, hiszen tanítóként dolgozik a Kálvin téri általános iskolában. S annak ellenére, hogy ő maga még nem csak fiatalos, de nem is tartozik az idős korosztályhoz, már elmondhatja magáról, egy életművet hozott létre, hiszen néptánc csoportja idén 35 éves. A jubileum kapcsán kerestük fel otthonában, hogy beszéljen nekünk mindarról, ami számára az életet jelenti, s idézzük fel eddigi életútjának legfontosabb állomásait. A rögtön születésem után 1956-ban pár hónaposan kerültünk Püspökladányba. Édesapám már akkor itt Püspökladányban a rendőrkapitány lett, és egész életében nyugdíjas koráig itt végezte ezt a munkát. Anyukám tanítónő volt, az akkori Zója iskolában, ami most Kálvin téri iskola. Viharkeresztesen ismerkedtek meg, anyukám a református tanítóképző főiskolára járt, apu meg a rendőr tisztképzőbe, és mind a ketten Viharkeresztesre kerültek gyakorlatra, és ugye ott lett a nagy szerelem. Mikor elvégezték a gyakorlatot, akkor aput, mint rendőrt oda helyezték polgárra, és akkor már vitte anyukámat magával. Ott összeházasodtak, és a házassági évfordulójuk harmadik évfordulójára születtem én, de két évvel előtte megszületett a bátyám, Kolosszár Géza. Itt nőttünk fel a Kossuth utcán, abban a szép kis tornyos házba, ott velünk szemben volt a múzeum, akkor még nem volt múzeum, hanem család volt. Ott töltöttem a gyerekkoromat. Nagyon szép gyerekkorom volt, elmondhatom, tényleg szeretetbe, békébe, örömbe éltünk. Böbike óvodába a Jog utcára járt, általános iskolai tanulmányait pedig a Zója iskolában végezte el. Később sem ment el városunkból, majd csak a Karacs Ferenc gimnázium elvégzése után, amikor is a tanítóképző főiskolára ment tanulni. Itt jártam a Jog utcai óvodába, ami most a Kálvin téri iskola mellett a Piremon, én oda jártam óvodába, mivel a Kossuth utcán laktunk. Nagyon drága kis óvoda volt tényleg a mai napig is. Amikor én ott elmegyek, mindig eszembe jut, hogy ez volt az óvona. Óvoda Annuska néni volt. Az óvónéni, még arra is emlékszem, imádtuk valamennyien, mind a ketten oda jártunk, és mivel anyukám ugye a Zója iskolába tanított, így aztán mi is oda kerültünk iskolába. A Kálvin téri iskola, annó Zója iskola elvégzése után Püspökladányba tanultam tovább, a Karacs Ferenc gimnáziumba, és innen kerültem én is a Debreceni Tanítóképző Főiskolára. Amikor azt elvégeztem, visszakerültem ide, ugye hát anyukám volt a minta, a tanítónéni, ezért is választottam ezt a pályát. Kolosszár Erzsébet 37 éve tanít pedagógusként. A Kálvin téri általános iskolában dolgozik alsó tagozaton, pályája kezdete óta. Úgy véli, az iskola legkisebbjei mindig nagy izgalommal és várakozással mennek az első osztályba, hiszen az alapvető és legfontosabb tudást sajátítják itt el, az olvasást és az írást. Akkori Zója iskola után a Kálvin téri általános iskolába kezdtem el tanítani 1977. augusztus 1-én, immáron 37 éve tanítónő vagyok, én erre vágytam, ezt akartam, mert ezt láttam anyukám munkáján keresztül, és tanítónő volt, aztán vagy tizenvalahány évig igazgatóhelyettesként dolgozott, de a legjobban azt szerette is, amikor tanított a kicsinyekkel. Első-második osztályban tanítottam nagyon sokáig, most van a második évfolyamom, akiket negyedik osztályig tanítok, tehát most negyedikes tanítónéni vagyok, szeptembertől valószínűleg elsős leszek. Én mindig ezt imádtam, tényleg őszintén a piciket, amikor odajönnek az iskolába, az óvodából tele tudásvágyjal, az az őszintességük, a kis lelki boldogságuk, és a legnagyobb csoda, én most is azt mondom, ez tényleg nagyon őszintén, amikor az ember megtanítja őket írni, olvasni, ami az óvodában most már egyre inkább csak a játék, még nem is készítik úgy elő, mint régen, mert kicsit tanítgatták őket, de ez nem baj.
Tehát ott tudja az ember leginkább lemérni azt, hogy mit dolgozott, és így a legjobban hozzájuk is nőnek ezek a gyerekek. Tanítóként azt vallja, nagyon fontos a gyermekek szeretete, tisztelete, bátorítása. Erősíteni, amiben jók, segíteni, ahol gyengék, mert minden gyerekben ott az érték, csak meg kell találni. Én ilyet, hogy pedagógiai hitvallás, így nem építek fel magamba, de azt mondom, hogy ami a legfontosabb, hogy a leggyengébb gyerekkel is, és a legügyesebbel is az ember maximálisan ugyanúgy foglalkozzon. Mindenkinek adja meg azt, amire képes, mindenkiben van valami szép, valami jó. Nagyon sok örömet tud okozni, hogyha egy nagyon nehezen tanuló kisgyerek is sikerélménye van, mert önmagához képest fejlődik. Én úgy szoktam, matematikát tanítok most leginkább, a legnagyobb óraszámban. Minden órán azzal kezdjük, hogy gondolkodunk, egy kicsit kis tréfás játék, és tényleg a legegyszerűbb, a leggyengébb tanuló, úgy mondom, az is élvezi, mert szereti, mert gondolkodni kell. Talán azt mondom, hogy a gondolkodó embereket neveljünk. Én mindig azt mondom a szülőknek is, hogy a matematika azért nagyon fontos, mert ha a gyerek megtanul gondolkodni, nem az a lényeg, hogy összeadjon, kivonjon, tudja a színusztételt, hanem az, hogy tanuljon meg gondolkodni. Ezt az életben minden módon tudja hasznosítani, bármilyen területen, a magánéletében, a munkahelyi kapcsolataiban, mindenben lényeges nagyon. Kolosszár Erzsébet főiskolás éveiben került közelebbi kapcsolatba a néptánccal. Ekkor ismerkedett meg férjével, Muszka Jánossal is. A férje Muszka János 1978. december 23-án kötöttünk házasságot. Hát ide került Sátoraljaújhelyről, az ottani Hegyalja Néptánc Együttesbe táncolt, tele energiával, mint a népművelő az akkori ifjúsági házban. Nagy lendülettel nekifogtak a fiatalság neveléséhez, összefogásához. Nagyon jó kis közösségi ház épült. Akkor néptáncos volt. Én imádtam a néptáncot, Debrecenben Hajdú Együttes minden műsorára eljártam, és akkor ide került ez a fiatalember. Hát szemet vetettem rá, úgy is mondhatjuk, és akkor házasságot kötöttünk, és felnőtt fejjel kezdtem el néptánccal foglalkozni. Tehát én addig nem tanultam semmit, és úgy végeztem el, míg a gyerekek, mind a két gyermekem megszületett, közben végeztem el a táncoktatóit, ez egy 3 éves felsőfokú iskola volt, és azóta már tanítom a néptáncot is. Mint mondja, mindig is nagy csodálója volt a népzenének, néptáncnak, hiszen a néptánc harmonikus, egészséges, jókedélyű embereket nevel. A néptáncnak csodálója voltam mindig is. Az első meghatározó élményem, amikor érettségiztem, előtte a Szallagtűzön volt. Itt a gimnáziumban jártam, mondtam, és az ifjúsági házban volt nekünk a Szallagtűzőnk annak idején, és az volt a meglepetés, hogy a Szallagtűző diákok ezt a Hajdú Együttesnek a műsorát kapták ajándékba. Tehát ezt nem is tudtuk, meg volt a tűz, és ott szépen ültünk, és egyszer csak elkezdődött ez a műsor. Addig is rokon szenvedtem én a népi kultúrával, meg tényleg nagyon fontosnak tartottam a gyökereinket, de az a műsor annyira magával ragadó volt, hogy attól kezdve mindenütt kerestem a lehetőséget, hogy ilyet nézhessek. És amikor bekerültem Debrecenbe a főiskolára, a Hajdú Együttesnek minden műsorára elmentem. Utána került ide Jani, a férjem, Püspökladányba, és nagy energiával elkezdett néptánc csoportokat szervezni, a picitől a felnőttig, és hát nyilvánvalóan ez a rokonszem, hogy összehozott bennünket tényleg, és amikor én elkezdtem táncolni, hát ez már főiskola elvégzése után volt, tehát már 20 éves voltam mindenféle gyakorlat nélkül, és akkor, mint tanítónéni az iskolában, a gyerekeknek is elkezdtem kis népi játékokat tanítani. Jelenleg az óvodásoktól egészen a felnőtt korosztályig oktatja Kolosszár Erzsébet a néptáncot. A Muszka János Alapítvány 2003. július 7-én alakult. Alakulása óta meghatározó szerepet tölt be Püspökladány város és a kistérség kulturális életében. Állandó segítője a Csimi Gyermekzenekar és 50-60 önkéntes segítő. 3 néptánc csoport, a Pici Tádé, Kicsi Tádé és a Tádé valósítja meg a néptánc kincsünk megőrzését, színpadra állítását, néptánc hagyományaink feldolgozását.
Az óvodás kortól egészen a felnőtt korig tanítom a néptáncot. Na most a gyerekek egy része az a zeneiskola tanulója, a néptánc tagozatnak a tanulója, de sokkal több óraszámba tanuljuk a néptáncot, tehát a Muszka János Alapítvány keretében is nagyon sokat hozzáteszünk. Na most van egy óvodás csoportunk, az már az alapítványhoz tartozik, és most, hogy készülünk a jubileumra, most visszahívtuk azokat, akiket régen tanítottam, de már felnőttek, és nyilván még a János tanítványai közül is vannak egy páran, akik most jöttek ide a csoportba. A Muszka János Alapítvány keretében szervezünk rengeteg programot. Tehát a zeneiskola keretében csak a tanórák vannak, ami az a fölött van, azt mind az alapítvány szervezi. Na most a Muszka János Alapítvány, amikor János meghalt 12 évvel ezelőtt, még itt a ifjúsági házban, amikor dolgozott Püspökladányban, akkor Csontos Janival nagy barátok voltak, és együtt dolgoztak, együtt fogták össze a fiatalokat. Nagyon jó közösség volt ezt a mai napig is. A honlapon látom, hogy a régi ifjúsági ház megy a mai napig, utána lehet nézni. És akkor Jánosnak a halálának az első évfordulójára alapította Csontos János a Muszka János Alapítvány, és kezdettől fogva én voltam az elnöke ennek az alapítványnak, és ennek a keretében szervezünk rengeteg programot, amiket szoktatok hallani, hogy táncházakat szervezünk. Két nagy műsorunk van minden évben, decemberben az advent, júniusban vagy májusban pedig az évadzáró. Na, ezen kívül rengeteg fellépést, turnékat, nagyon sok országba jártunk, minden évben megyünk fesztiválokra. Most május 29-től Ausztriába megyünk az Alpok köszöntése Múzsa Fesztiválra. Ez a neve, 4 napig leszünk ott. 10 együttes lesz, tehát biztos, hogy nagyon ígéretes fesztivál. Ezen kívül nagyon sokszor voltunk már Erdélybe. Voltunk Ausztriába a Tárdi együttessel, de nem ezekkel a gyerekekkel, mert ugye azok már kicserélődtek. Voltunk Luxemburgba egy régi ismerős segítségével. A Muszka János Alapítvány szervezésében volt az együttes régen Montrezsőbe, Franciaországba. Napjainkban a néptánc szerepe és jelentősége újra ébredni látszik téli álmából, hiszen a táncház mozgalmak, a tánc szakkörök és az oktatásba bevitt néptáncórák növelik a tánctudók és táncszeretők számát. Emellett jótékony hatásai is vannak a néptáncnak, javítja a testtartást, fejleszti a ritmusérzéket, segít megismerni a hagyományainkat, az ünnepeinket, erősíti a közösséget, valamint a nemi és nemzeti identitásunkat. Nagyon nagy dolog, mert ez már nem is tudom, hogy hanyadik generáció, amikor a szülők is jártak annak idején hozzám, akár úgy, mint tanítónéni, akár úgy, mint hogy néptáncos, és automatikusan hozzák a gyerekeiket az óvodáskorban, az iskoláskorban. Például most a jubileumon is lesz olyan, hogy már mind a 3 lányt tanítom, de az anyukát is tanítottam 8 évig, és most együtt fognak táncolni. Hát szerintem gyönyörű lesz, és nagyon-nagyon felemelő. Régen úgy volt, hogy 8. korukig táncoltak a gyerekek, tehát ennek is egy sok év kellett, mire ez a rendszer kialakult. Beiratkoztak, mikor iskolások lettek, 8 év után elballagtak, elmentek. És akkor teltek az évek, mire az ember rájött, hogy azt a sok tudást, azt a lelkesedést, hát nem szabad elengedni, akkor maradtak továbbra is, és most már úgy vagyunk, hogy tényleg, mondom, Fannika, Egri Fannika a legidősebb, hát már kész felnőtt, és tényleg olyan kedvesen és aranyosan még mindig ott van a gyerekek között. Azt mondom, hogy a néptánc az egyik olyan terület, ami a legtöbbet adja az embernek. Egyrészt én úgy gondolom, hogy mindenkinek kellene ezzel a gyönyörű kultúrával megismerkedni. Mindig azt mondjuk, de nálam sokkal okosabbak is, hogyha nincsenek gyökerek, akkor semmi nincs. Mondhatjuk, hogy kultúra nélkül nincs gazdaság, nincs élet, nincs nemzet. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Rengeteg mindent ad a gyereknek. Egy tartást ad. Tehát ez egy olyan kemény edzés, hogy ha azt mondja, hogy megy birkózni, vagy focizni, vagy kézilabdázni, mindegyik nagyon jó. De ezt tudni kell, hogy a néptánc legalább ilyen nehéz. Tehát maga a próba is azzal kezdődik, hogy bemelegítünk, rákészülünk. Úgy leizzadtak most is, aki becsülettel végigcsinálta ma például a koreográfus itt volt és a tanítást, azt hiszem, hogy csurgó pólóval ment haza, tehát nagyon el lehet benne fáradni, testileg, lelkileg fejleszt. Tartást ad a gyerekeknek. Sokkal
különbek azok, én ezt őszintén mondom, azok a felnőttek, akik mondjuk sok évet eltöltöttek néptáncán, mindegy, hogy nálam jártak, vagy akárhol jártak, a viselkedésükbe, mindenhez való viszonyukba ez visszatükröződik. Az alapítvány 2014. május 15-től 17-ig szervezi meg a Tádi Együttes 35 éves jubileum sorozatát. Május 15-én 17 órakor kiállítás nyílik a Dorogi Márton Művelődési Központban az együttes elmúlt 35 évéről. Május 17-én 16 órakor kezdődik a Tádi Együttes jubileumi gála műsora, ahol fellép az alapítvány óvodás csoportja, a Kicsi Tádi, a Tádi Együttesek és Muszka János volt tanítványai is. A jubileum május 17-én szombaton lesz, 4 órától a gála műsor, előtte 2 nappal, 15-én csütörtökön 5 órától lesz egy emlékkiállítás. Még a nyáron a néptánc táborban, amit minden évben szervezünk augusztusban, a kolléganőmmel, a népzene tanárnő Golenya Grétával megbeszéltük, eldöntöttük, hogy május 17-én lesz, igazodtunk ugye a megyei néptánc fórumhoz, meg az egyéb programjainkhoz, és attól kezdve gyakorlatilag mi folyamatosan készülünk, anyagokat gyűjtünk, összegyűjtöttük a 35 évnek a fényképanyagát, van, amit már elő is hívattunk, kinagyítattunk, ő majd szerkeszt, titok is lesz, hogy miket szerkeszt belőle, tehát készültünk tárgyakkal, amik összegyűltek a sok külföldi úton, fesztiválokon, a gyerekeknek a fényképei anyagából, meg... Hát lesz még ott sok minden, amit nem akarok mindent elmondani, tehát lesz egy gyönyörű kiállítás remélhetőleg, és attól kezdve a nyáron már összeállítottuk a műsort, ami most lesz. Hát én úgy szeretném, hogy olyan műsorszámok legyenek, amiben aki csak tud a régiek közül is be tudjuk állítani, tehát tömegszámokat szeretnék, mert vannak olyan koreográfiák, amit tanítottam 10 évvel ezelőtt, meg most megtanítottam újra, és akkor a régiek is tudnak. Gyakorlatilag másfél hónapja már a felnőttek ilyen 3 órás próbákkal készülnek, óriási lelkesedéssel. Tehát attól kezdve folyamatosan, szeptember óta keressük, hogy kik jártak, hogy jártak, ki az, aki el tud jönni. Egy kicsit nehéz, mert sajnos sokan elmentek a városból. És tényleg itt is kiderül, amit a tévé is mond mindig, hogy nagyon sokan külföldön vannak. Sajnos olyan szép leveleket kapok, hogy Möben én nem tudok menni, de a szívemben őrzöm azt a sok gyönyörűséget, amit itt sok év alatt kaptam, de sokan vagyunk. 2 gyermek büszke édesanyja, Kolosszár Erzsébet. Egy fia Máté és egy lánya van, Orsolya. Mind a ketten Budapesten dolgoznak és élnek, de gyakran látogatnak haza Püspökleányba kikapcsolódni, pihenni, feltöltődni. 2 gyermekem van, Orsika, aki most 31 éves, Máté meg 33 éves. Mindketten Pesten élnek, ők is itt nőttek fel, ők a Petőfi iskolába jártak, mert annak idején is itt laktunk, és az Rinyóviba jártak óvodába, és az a csapat ment a Petőfi iskolába, és utána a Karacs Ferenc gimnáziumba, ahogy én is, és onnan Máté elkerült Egerbe, az Eszterházi Károly főiskolára, ott informatika szakot elvégezte, Orsi Pestre került a gazdasági főiskola számviteli szakára, nagyon kemény iskola, ő ott végzett. A mai nap már nem ebben a munkakörben dolgozik Máté, ott elkezdett főiskola mellett büfézgetni, az egyetemnek volt egy büféje, és amikor a tulajdonos, aki ott Egerbe volt, Pesten is nyitott egy, nem is egy szórakozó helyet, találkoztak véletlenül, 2 év után, miután ő Pesten volt és a Bárka Színházba dolgozott, hogy nem szeretné le nálunk dolgozni, és akkor oda került Máté, először pincérnek, aztán pultosnak, tehát teljesen más munkakörbe, és most pedig egy nagy belvárosi szórakozóhelynek, a fogásháznak a vezetője. Orsika pedig az egyik legnagyobb cég Magyarországon, a Demián Sándor féle cég a Trigránitnál dolgozik, ő meg számviteli igazgató most ott. Úgyhogy gyerekek Pesten vannak, sokat járnak haza, szeretnek ide járni, ez a kis nyugalomfészke itt Ladányban, itt lehet egy kicsit pihenni, de sajnos a munka már annyira odaköti őket, hogy nem valószínű, hogy haza fognak jönni.
A sok-sok teendő és elfoglaltság mellett nagyon szeret kertészkedni, jogázni és szaunázni a néptáncoktató. Barátjával kirándulni szoktak, és gyermekeit is meg szokta látogatni Budapesten. 5 éve pedig új szerepet is betölt a családban, ugyanis nagymama lett. Hát egy kis szabadidő azért kell, hogy legyen, ha más nem, akkor a szombat-vasárnapból az egyik nap, ha éppen a másikat tánccal töltjük, vagy fellépésekkel. Hát imádom az udvart, már most kertészkedünk, van egy barátom már most sok éve, már 5. éve, minden héten elmegyünk, lehetőleg minden héten elmegyünk szaunázni, mert ez nagyon fontos. Ez is az embert lelkileg, testileg is pihenteti, karban tartja, és ez úgy gondolom, hogy mindenkinek nagyon fontos. Szoktam elkísérni, énekeshez szoktam kísérni a műsorokra. A gyerekek hazajönnek, a saját gyerekeim, akkor ez a hétvégék velük történnek. Néha elmegyek Pestre, sokkal kevesebbet, mint szeretnék, de ritkán jutok el, de az is nagyon jó pihenés, amikor ott találkozunk. Míg a szülők éltek, az igazi családi ünnepek akkor voltak. Tehát ez fájó pont az életemben, hogy miután anyukám is meghalt 7 éve, apukám meg 22 éve. Azelőtt minden névnapokon együtt voltunk, a bátyámékkal is, az unokák, hát most már nagyon nagy a család, és ugye a szülők, a nagyszülők voltak az összetartó erő, hogy ez szétesett, így mindenki elkerült más városba, mindenkinek megvan a saját kis családja, tehát sokkal-sokkal nehezebb összehozni ezeket az ünnepeket sajnos, mint régebben volt. A fiamnak van egy fia, úgyhogy a Muszka vonal megy tovább, Muszka Huba, most ő 5 éves, hát sajnos nem tud annyit velem lenni, hogy egy kicsit jobban ráragadna ez a névtánc, de már az évadzáró műsorunkon is óvodásként föllépett, és most a jubileumon is fog. Hát itt az udvaron szokott focizni, látod, itt a legó maradványok még itt vannak, de reméljük, hogy még több unokám is lesz, abban nagyon bízom. Tervei között szerepel, hogy a közeljövőben minél több fesztiválon, rendezvényen vegyenek részt a táncosokkal, valamint szeretné folytatni, ha ideje engedi, az idősebb Csenki Imre vegyes karban az éneklést is. Most a jubileum van legközelebb, utána 2 hét múlva rá megyünk Ausztriába, amit már az előbb említettem, egy fesztiválra, és hát a nyár is nagyon-nagyon zsúfolt szokott lenni, mert már Bárándra a kenyérfesztiválra hívtak bennünket, a Csapókertbe járunk a tűztáncfesztiválra, már oda is megkaptuk a meghívót, sőt a gyerekeknek nem is említettem, de a szomszédolás Debreceni Nemzetközi Fesztiválra is megkaptuk a meghívót, de azért nem is mondtam már nekik, mert egyszerűen nem fér be az időbe. Minden nyáron megtartjuk a néptánctábort. Hát lelki fájdalmam, hogy több mint 30 évig jártam az idősenki kórusra, amit most időhiányában nem tudok megtenni, már most már 2 éve, több mint 2 éve, mert pénteken vannak a próbák, és én pénteken nagyon későn végzek, de még mindig nem adtam fel, hogyha egy kicsit majd rendeződnek a dolgok, vagy ha nyugdíjba megyek, akkor talán még nagyon szívesen visszamennék, mert életem nagy élménye volt az is. Rengeteg fesztivál, Európát bejártuk, nagyon jó közösség, nagyon sokat ad az embernek. Én azt mondom, mindegy, hogy táncolni jár, énekelni jár, vagy akár milyen amatőr csoportba jár, a közösség nagyon sokat jelent bárkinek az életében. Nagyon nagy hiba, ha valaki, melyik gyerek ezekből kimarad, hogy legalább valahova tartozzon a saját családján, meg az iskolán kívül.